az előző rész tartalmából. Say let's go, I'd run away with you. Yeah, I'd go anywhere, anywhere, anywhere. Anywhere with you. Anywhere with you. Anywhere with you. Anywhere with you. Just say let's go. I'd run away with you. Yeah, I'd go anywhere, 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 anywhere with you. Just so you know, I got your back. That's true, and I'd do anything, anything, anything for. Just say let's go, I'd run away with you. Yeah, I'd go anywhere, anywhere, anywhere. Újra szünetet tartunk, kész, kikapcsolt, elbújtsodott megint. Ennyi. Nem örült le. Meghalt. Ez az egy telefon, ami kártya függetlenül is tudjuk használni a kártyánkat. Ugyanakkor, amikor van wifi. Szép volt. Hamarabb ilyet oda a pohárkod a szája. Nem egészen jól működik, de... Nem annyira. Szóval Kukkes közelében próbálok szállást keresni, és akkor holnap onnan folytatjuk majd útunkat. Hát most... Most nézzük az időjárás előjelzés, és Kukkes környék éle már esőt gyorsulnak. Sanszos, hogy el fogunk ázni. Nagy előre ennyi. Wherever you go, you know I'd follow you. Cause I'd go anywhere, anywhere, anywhere with you. Just say let's go, I'd run away with you. Yeah, I'd go anywhere, anywhere, anywhere. Anywhere with you. Felmászunk ide a logara, valami is. Én nem tudom. Hűség! Na, ezt keresétek meg! Na, nagyjából ennyi. Mikor látunk meg? Megint. Ott. Kedves tévénéző gyerekek, igazság szerint a túránk, utazásunk legszebb része ez volt, ez a Logarán hágó, talán jól mondom, nem tudom, hogy kiírom. Ettől kezdve a hátra lévő 1174 kilométert elkezdjük faragni, és megindulunk haza. Jó kis dugót csináltunk itt azért, de... Tehát ez egy ilyen játék.
mondjuk azt, hogy albán módon álltunk meg. Tehát amúgy nem tudnának meg toleránsak, tehát itt szó szerint megálltunk az útszél, és pont senkit nem érdekel. De vigyázni kell. Na, akkor megkezdjük a hazautat. Gyertek népen! Ha egy motornyival előrébb állsz meg, akkor megállok mögöttem. Video? Ciao. Ciao. Ez a lamba. Aha. Veszed? Good, good. Yes. Mekkora nyúl. Szerintem ez kokos. Szünet. Jó, de csak én figyelj rám, pénteken, ha hazamegyünk. Amúgy jó hely. Pénteken, hogyha megjöttünk, akkor szerintem nem fogja tartani. Meséltem a srácoknak, 10 évvel ezelőtt, amikor erre jártunk, akkor itt a, mondjuk egy kifolyó, jobbra-balra álltak az autók, és próbálták feltölteni a kiegyenlítő tartályokat hideg vízzel, a fából jön ki. Annyira meddek itt az út, ami felfele jön, hogy gyakorlatilag a régi Mercedesek felfordtak jobbra-balra, mindenhol álltak. Itt vagytok ti. Most ahhoz képest teljesen ki van cserélődve a gépjármű park, és nem is állnak lerobbanva. Most így.
megálltunk vásárolni, a Big Market, úgy hívják, az aránylag jó árban van és jó volt nekünk. Villóra. Kávés. Mit teszem? Halvát. Ó, szóltuk. Azt én szeressem. Van egy kis darabom ott arra. Na, vannak sörkék is, tessék. Nagyon jól fel van szerelve a bolt. Van minden. És én nem mertek kártyával is lehet ezeken a helyeken fizetni, de nyilván nézzük. De nem. Nem, azt nem lehet. 1200-1300-1300. Mit csinálsz, te szégyentelen? Te lőszted? A másik szégyentelenet. Egészségetekre. Sasok földjén sast iszunk. Amúgy eléggé haj az a sasok. A Red Bullra. Azt hittem Red Bullra. Az embléma is néz. Nekünk megcsináltak. Íze meg tök ugyanaz, szóval. Itt Florétól elbúcsúztunk, ez volt a Lore, ez az nagyon szép pálmafasor. 170 km alatt hiszem a koszorúi határ. Előbb egy rendőr. Liboker 2 biciklivel. Igen. Megalázó volt. Vala? Én. Vásároltál? Igen. Mit? Helyi bort. Olyan vagy meg. Mi mást vigyek a gyereknek? Lépek. Motorok Floréba. Parkolás. Itt a parkolóhely, és csinálj magadnak egy másik parkolóhely. Ez itt a négy autó bemutatja a dalmát. Keresztbe állj. Ez jó áll, de fennáll a sárba, másik. Másik, hogy beállt a sárba. Jó van az út. Kirúgott a járdán. Jó van az út. Jó van az út. Eladási jelző megy neki. Nem lehet látni. A láthatatlan lesz. I was living a lie. This is my confession. I was living a lie before we met. There were so many nights full of dark temptation. There were so many nights that I regret. You gave me something that I can hold on to. A little light when I'm down on my knees. I was so lost in myself when I found you. But in that moment you made me believe. You give me freedom, freedom, freedom I've been looking for. Freedom, freedom is you. You give me freedom, freedom, freedom I've been looking for. Freedom, freedom is you. You give me freedom. Nekem még ilyen sose volt. A motor rendesen kilökte alólam a szén gyerekek. Meg egy kavicsok repkedtek, hallod? Nem eső. Kavicsok. De eső az már elállt legalább. Ott fönt kilökte a motort alólam a szél. Rendesen elemelte itt. You give me freedom, freedom, freedom I've been looking for.
mire befutottunk, addigra a nap is kisütött. És itt vagyunk a hotelben, meg welcome to hotel, Jalisa. Van rendes zárt parkolója, és ez itt van kukkás, van az pont ölt tranzitnak. Nézzétek csak! Bookingon foglalható, angolul tökéletesen beszélnek, jobban, mint mi. Láthattátok, ott a útszélén megálltunk. Olyan széllőkések érkeztek. Azt lehet érezni, hogy a motor rendesen könnyebb lesz. Tehát megemelte a motor. Nagyon durva volt. Fadda szartam. Azt mondta szószéd, hogy nem fér be az abszám, vagy befér, vagy benn van? Nem is tudom, mit mondtam. Na, hogy nem fér be. Köszönöm. Az ember egy pillanatra elveszíti a kontrollt, és olyan lebegés érzés. Ami maga szakadás, az egy dolog, az túlélhető. Ugye valaki elázik. Ugye műanyag motorokkal jöttök körbe, a bukóhoz egész. Mária, te hogy élted meg ezt a szélvihart? Sehogy. Semmi? Észre se vettem. Hát azt látom, hogy hullámzik a motor, de... Semmi. Másképpen éltem. Én nem ijedtem. Szóval itt vagyunk, az a lényeg. Holnap még vár ránk 880 km. Aztán belépés lesz Koszovóba, kilépés is Szerbia irányába. Most már megyünk, nincs tőle autópálya. De addig még azért nem merem azt mondani, nem történik semmi ezek után, hanem maradt 3 perc a videó, a kártyán. Bejöttünk vásárolni. Bevásároltunk, euróval lehetett fizetni, viszont ilyen legbe kaptunk vissza. De igazából tök mindegy, mert a ATM fizette. Olyan körte íze van. Olyan, igen. Jó? Egy kis picike. Ucit milyen tejci van neked, nézik? Cow milk. Az érdekes, ez tehénből van. Tehén tej. De legalább rájöttek. Milyen íze van az itt tehén tejnek? A színe az ilyen. White. És az íze? Jó, tényleg jó. Tehén íze van. Így néz ki a szoba. Van két személyes ágy, ott pedig van egy személyes. Van klímánk is, van egy egyszerű kis zuhanyzó. A kamerát nem fordítom magamra, jobb az nektek. Ez az utolsó nap, holnap már csak arról fog szólni, hogy megyünk hazafele. És ahogy mondottam is, remélem semmi baj nem lesz. Na, jó éjszakát, gyerekek! Ezt hallgassátok, Máriáról van itt zene Albániában. Ezek mozogatok. Gutenberge, hogy mondaná az olasz. Mindenkinek szép jó reggelt. Túránk utolsó napjára érkeztünk, amikor is egy sas madár szállt le, nem a fészkére. 7 órától lehet az éttermet betámadni, akkor fogunk kapni reggelit. Addig is helyek közül összepakoltunk. Más nincs. Megyünk kajolni. Na, itt van a reggelénk. Mi a csúcs? Igaz? Mm-hmm. Emeld a lábad. Jó, tehát.
amely belefér. Összes létező pénzünket eltankoljuk. Viszont ezen a részen vigyázni kell, mert utakon akkora gödör, meg kátyú, meg tank, sánc, nem tudom, hogy hívják ezt, hanem felborultunk, meg víz is levert. Egy ember ott küzdött az autó előttem, jó albán szokás szerint megy, ahogy ő akar, és nem vettem észre, hogy alulra kibukkant egy hatalmas gödör, amiben belecsattantunk. A szegény bán akkorát kapott, de onda, megy tovább. Mi is megyünk tovább. Gyertek velünk, mint a határa, 20 km-re határa. Úgy szoktuk, hogy Mária összegyűjti a papírokat, így, és mindenképpen szedjétek ki a tokból, azt nem szeretik, ha benne van a tokba. És akkor... most nem kell ilyen útdíjat sem fizetnünk, elengedik. Van pár autó, és akkor át is megyünk. Na, át is értünk pár perc alatt, semmi extra. Albán kiléptetés nem létezik, csak makedón beléptetés. Mi ez? Koszovó beléptetés. Na, menjünk tovább. Amúgy 852 és 846 km. Ez vár ránk ma. Gyertek velünk. Csá-csá-csá!
Sziasztok, nagyjából 2 kilométeres sort előztünk itt be. Érdekes, hogy befele beengednek mindenkit, viszont úgy tűnik, hogy kifele azért már némi torlódás. Arra nézzetek el, arra van az átkelő. Úgy látszik, is napozás vár ránk. Ez van. 11 óra, 16 perc. A határ már itt van. Mária meg ott. Mária, te mire válsz itt? Minden papír nálad van. De jó. A határon átértünk, 11 óra 24 perc, hát 20 percet csúsztunk körülbelül ahhoz képest, amit számoltam. Határon intett, hogy menjünk előre, úgyhogy rendes volt, nyertünk még egy pár autót. Na, hogy toljuk tovább, gyertek! We're gonna fly around with flames in our eyes. Just gonna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Bad ideas make the best memory. Even if we don't remember, don't remember, don't remember. Bad ideas make the best memory. Tartottunk egy rögtözött kis pihenőt, viszont ami fontos, hogy átjöttök a határon, vagy ha arra mentek, az út a szörnyű. Nagyon rossz. Odavertem a bánát egy pár szó, úgyhogy lassabban 90-es tempóval próbáltunk diktálni, nem lehet. Hát lehet, csak mert jobban fog kerülni a végén. Érdemes lassabban menni, mert egy-két ilyen kátyú pont kanyaríven is van például. Hát az fájt, nekem is. Dreams in a cup. Just wanna dance about it, lose our minds. Just wanna dance about it, lose our minds. Lights on my face, I'm losing track of every tongue that I taste. Just wanna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me. Na, megálltunk a benzinkúton, tankolnak a srácok, de ami érdekesebb az, hogy össze kell tákolni a motort, elengedte a ragasztás. Teljesen eltört. Ez engedte el itt. Na, na akkor tákoljunk. Nagyon elhagyta magát. Igen, ez az oldal teljesen így is húzzá. Pedig ez a legegyben volt. Ez itt nem ez nem tudjuk, meddig tart ekkora szélnél. Van egy nagyon. Gyakorlatilag. Na, szép lett? Szerintem csoda. Megnézzük innen is. Jól lett? De közben egy zászlótartót kell megerősíteni. Az nem nagy kalem. Na, egyelőre ennyi. 605 kilométer van hátra. Igazából még senki sem fáradt. Csavarog, ahogy tudsz.
Átértünk, itt vagyunk, 7 óra 38. Tisztán, tisztán, itt vagyunk. Szerintem jók vagyunk. Nagyon jók vagyunk. A két határon szerintem nyertünk 4 órát. Ez körülbelül igen. 2 kilométer volt a másik. 2 kilométer volt a sor. Azt néztem. Na húzzunk innen, mert ránk szól. Na, menjünk. Megérkeztünk. Üdvözöllek benneteket Magyarországon. Az megvan, hogy bejöttünk Pestre és háromszor majdnem meghaltunk? Egész túrán egyszer se? Én mondtam Máriának, hogy össze-vissza mennek a barmok. Így éreztem magam, mint a 10 nap alatt, vagy 12 nap alatt. Ezt én is hittem. Ezt mondtam én is Máriának utközben. Nézd, nem bír magával. Össze-vissza túrja, megy a kis szarjával. És nem lehet kiszámítani, hogy merre akar menni. Igen. Hát bejön elénk, minket szorít le az útról. Ez a Balkán, öcsém, nem Albánia. Azért nem maradjon már egy részből sem a macskázás. Szép nagy. Mit mondtam, mikor fog ide érni? 10 órakor? 1 percet tévedtem. Na, akkor ennyi volt. Mindenki mehet a dolgára. Mária? Szép volt, jó volt, de ennyi volt. Szokásos. Ennyi? Ennyi. Jó gondolod, mert lesz a filmet a végén. Ennyi lesz. Akarsz amit hozzáfűzni? Nem. Semmi? Elfáradtál? Most annyira nem. Én köszönöm szépen, hogy beletek mehettem. Én nagyon jól éreztem magam megint. Úgyhogy jövök legközelebb. A legközelebb látom. Hát a legtöbb film úgy is szokott véget érni, hogy mit tudom, megmentik a világot, kiszabadítják a hercegnőt, meg megölik a sárkányt. Ebben a filmben nincs hát ilyen. És az olyan rossz mindig, hogy csak hopp, és akkor véget ér a film, nem? Ilyen. De sajnos tényleg nincsen happy end. Szóval ez a kaland itt véget ért, itt már előbb vázoltam, amit már ennek is, hogy valahogy úgy érzem, hogy neki nem lett most így vége. Én mennék tovább, az a lényeg. Nem, sajnos ennyi. Amúgy szűk 3000 kilométerre befejeztük. Tehát a 3000 kilométer csak épp, hogy tarcoljuk. Az a csodálatos, hogy közel 2 nappal ezelőtt még Korfu mellett fölöttünk a tengerbe. Igen, szura, hogy még Albániában voltunk reggel is. Ma reggel még Albániában aludtunk. Igen. Most meg újra itt. Akkor ez a film is véget ér. Jó pihenés kívánok nektek, én is köszönöm, hogy eljöttetek erre a túrára. Jó volt, srácok. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Jó pihenés. A jövővel kapcsolatban sajnos nem tudok mondani semmit sem, hiszen nem tőlem függ, határtalan tőlem függ. Én még mindig szeretnék eljutni Portugáliába és Spanyolországba. Én befejeztem. Sziasztok, köszönöm, hogy néztétek, köszönöm, hogy itt voltatok. Ennyi. Csavarogjatok szabadon. Csá! Csá! Sziasztok! Sziasztok! Nyugodtan táncoljatok!